és egy előadás sorozatunk, amiből már kettő vagy három előadásunk volt, az most folytatódik. A mai előadásunknak a címe Mu az emberiség szülőföldje. Kérem, fogadják szeretettel Bődi Szabolcs előadását. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket, és olyan rák tempóba haladunk, hiszen a közeljövőtől, ami mindössze 12 ezer év volt, onnét haladunk a távolabbi korokba. Mi szükség van ilyen időutazásra? Azt látjuk, hogy felnövekvő generáció, és alkalmanként mi magunk is időnként eltévesztjük a célt, bizonytalanná válunk, megremeg a kezünk, hogy jól gondoljuk mi ezeket a dolgokat. A szüleinknél és a nagyszüleinknél volt valami hihetetlenül magabiztosság, valami hihetetlen magabiztosság, ami az emberi tartásnak, a tapasztalatnak, a tudásnak, az erkölcsi elvárásoknak való megfelelés ötvözete volt. Kiegészítve egy nagyon-nagyon mély hittel. Nagyon kerülöm az egyházhoz való kötést, mert azóta is számtalan emberrel találkoztam, aki azt mondja, hogy én hiszek Istenben, de nem járok templomba. Mondtam neki, a kettő között nem látom az összefüggést. Hiszek Istenben, pont. Nem járok templomba, az egy szokásrendszer. De a közösség mindenféleképpen kell. Most, a mai este, azt is meg fogjuk majd látni, hogy hogyan festett Mu vallásossága, hogyan festett ennek a kontinensnek a kultúrája, egyáltalán hogy nézett az ki, amiről az elmúlt jó néhány évtizedben egyetlen egy árvaszót nem hallottunk. Ezek mindig az dolgok, amiről nem hallunk. Mert akkor elkezdünk utána kotorászni, és kincseket lelünk. Amikor Atlantisról készültem, akkor a 1930-as években egymás után kerültek elő azok a könyvek, amelyek nemhogy Atlantis létéről, mint tényről beszéltek, hanem például az atlantiszi nagyrasszoknak és nagy korszakoknak a felsorolását is már rendezték. Ez egy Karl Mayer nevezetű tudós ember volt. És hát külön megdöbbent a szívem, amikor a második nagy generáció, az első nagy generáció, az a benszülöttek, az atlantiszi őslakosoknak a története volt, a másik az ős turániaké. Tehát ez mindig, amikor Turánnal, Turullal vagy Turulluval találkozik az ember, vagy a füles keresztel az Onkiellel Egyiptomban, akkor bizony tudhatja azt, hogy őseink üzenetével találkozik, az őseink jelentkeznek itt ezekkel az információkkal. Tehát a 30-as években úgy beszéltek Atlantisról, mint egy magától értetődő dologról. Most két olyan dolgot mondtok, amiről majd 5 év múlva vagy 10 év múlva fognak úgy beszélni, mint magától értetődő valami. Az egyik éppen a mai előadásunk témája a Mu, a másik pedig a belső föld. Az a belső föld, ami a Föld golyón belül van, egy önálló entitás, önálló emberre, önálló ember titussal egyébként, akik egy kicsikét mások, kétfajta jelentkezett már be a közelmúltba az emberek előtt, és ez a kétfajta lakja Agartát, a belső földnek a fővárosát. Erről eddig nem sokat hallottunk, mert Bird Admirális, aki bent járt a belső föld bejáratánál, a második világháborút lezáró időszakban, amikor Hitler U-konvojját, tehát a tenger alatt járó konvojt kergeti Argentinától egészen az Antarktiszig. Bird Admirális megtapasztalja a belső föld lakóinak az erejét, technikai fölkészültségét és azokat az alkotásokat, amelyekből néhányat a németek átvesznek. Majd az a bizonyos Braun, aki később a rakétaprogramot megvalósítja Amerikába, békés célú rakétaprogramot, tulajdonképpen ők ott
néhány prototípust ki is próbálnak, ezek a repülő csészealjak. Erről a belső földről ma így zárt osztályon kívül nem nagyon lehet beszélni, mert általában hívják az aktuális mentőket és vitetik az ember gumiszobába holott. A National Geographic közelmúltban múlt héten volt egy adása, ők mindent tudnak. Remodelezték azt, amiről ma is beszélni fogunk, és nagyon lényeges, hogy van egy nagyon kemény külső köpeny, ennek a köpenynek nem tudják pontosan a vastagságát, de amikor az oroszok a Kola félszigeten elkezdtek mélyfúrásokat végrehajtani, 11.000-12.000 méter körül a fúrófejek meglágyultak. Eddig tartjuk a tudomány, ott azon a részen már olyan magas hőmérséklet és olyan magas nyomás van, hogy fúrásokat tovább nem lehetett végezni. Ez a 12.000 méteres fúrás annyit jelent, hogy behatoltunk a köpeny mélységének 5%-ába. A 95%-ba. Ott van valami, ami a földkéreg, ami a földmag. Arányaiban nem sok az eltérés, tehát a földkéreg külső és a földmag külső pereme úgy viszonylik egymáshoz, mint az egy negyed a háromnegyedhez. Tehát ez a belső föld, a belső mag elég nagy ahhoz, hogy ott valóban ez a magas civilizáció létezhessék. De ezt nem azért mondták, hogy én megnyugodjak, hanem azért, hogy nyugtalanok legyünk valamennyien. Ugyanis a belső mag és a külső héj között egészen amorf és folyékony valami van. Ők ezt pacálnak nevezik, ez tulajdonképpen egy oldott láva, több ezer fok hőmérséklettel, ami ráadásul nem is tölti ki a teljes részt, hanem ott különböző alakzatokat vesz föl. Aztán újabb két nap múlva közli a Magyar Demokrata című újságban egy ember, aki a mostani világvége túlmelegszik a bolygó című néphisztériára és új vallásra reagál, és ő mondja azt, hogy ezek a belső folyamatok, ezek évezredek óta ismertek, és folyamatosak. Amikor a tudósok mérik a tengervíz savasságát, akkor mindig körbenéznek, hogy ki volt az a piszok, aki a több ezer millió liter vízbe ennyi savat tett. Hát a földanya. Ugyanis folyamatosan jönnek fölfelé a tenger mélyén és az óceánok mélyén folyamatosan bugyog fölfelé a láva, és ahol törésvonal van, ott sokkal nagyobb a tengervíznek a savassága. Ha itt látjuk, illetve a másik képet is majd adom alkalomattán, az Atlanti hátságnál tulajdonképpen ennek a törésvonalnak a föld alatti része van. Csak amíg ez a törésvonal követi a tektonikus lemezek egymás alá csúszását, és a fölötte levő részek lesüllyednek és mennek alá, addig a tengerben ezek a tektonikus lemezek egymásnak feszülnek, és túrják föl egymást. Ahol a föltúrás eléri a tűrés határt, és a alatta levő nyomás olyan, hogy nem bírja tovább, hogy elindul a láva képződés. Tudnának mesélni az izlandiak erről, hogy hogyan néz az ki, amikor 800 éve alvó vulkán egyszer csak meggondolja magát, és mennyi az idő? Hát akkor kitörünk. És viszi a falut, viszi a várost, visz utat, visz mindent. Amikor tehát arról beszélünk, hogy az ember mit tud ártani a Föld bolygónak, akkor azt kell mondani, amit József Attila mondott. Mert nem nagy az ember, de képzeli. Hát szertelen. És össze-vissza beszél, teszedik hozzá. Ugyanis a globális fölmelegedésre egyetlen egy példát szeretnék mondani. A Föld, a Nap körül
egy ovális pályán mozog, forog. A természetes az lenne, minél közelebb vagyunk a tűzhöz, már melegebb van. Mi történik erre? Nagyon közel vagyunk a naphoz, megindul a felhősödés. Beárnyékolja magát a föld, mert neki is melege van. Ő is egy élő entitás, egy személy. Mi Gájának neveztük. Istenek szülötte, ez a föld védekezik. Nem minket véd, hanem önmagát. És amikor a külső íven messzire van, akkor feloszlanak a felhők, és sokkal derültebb az ég hónapokon, éveken keresztül. Mi ezt persze kicsit önző módon azt szoktuk mondani, hogy egy hatalmas hőséghullám, vagy egy hatalmas szárazság volt, és nem ennek a talajvize, de hát ennek az oka egészen más. Miért kell tudni ezekről? Miért kell tudni azt, hogy honnan jöttünk? Hírs Gyula, aki nagyszerű író volt, de időnként ő is mellé nyújt, egy aforizmájában azt mondja, hogy nem az a fontos komám, hogy honnan jössz, hanem az, hogy hová mész. Hát Gyula bácsi, innét üzenem, hogy az is fontos, hogy honnan jövünk. Mert nem véletlenül mondta Talleyrand Napóleonnak a főtisztje, amikor bevonult a Bécsbe, és kérdezte Napóleon, hogy ezeket a osztákokat hogyan lehet talpra, vagy padlóra kényszeríteni. Vedd el a történelmüket, majd lerogynak. Kitől lehet elvenni a történelmet? Nyugodtan mutatom, tőlük nem. Mert ha végig soroljuk azokat a megpróbáltatásokat, csak az elmúlt 1000 évből, hogy hogyan akart megtanítani bennünket II. József németül, 780 és 90 között, aztán a halálos ágyán rájött, hogy kapufa, és visszavonta a rendeleteinek és törvényeinek nagy részét. Aztán a törökök sem nagyon mentek sokra, egyrészt arra, mert azért, mert a megszállás alatt, ahol magyar volt azokat, őt kiirtották, tehát mielőtt nagyon rózsás képet festenünk a törökök itt tartózkodásáról, ők azért elsősorban embereket írtottak, és nem annyira más volt a jellegzetesség. Az oroszok pedig megint csak bepróbálkoztak, hiszen Tavárisuk Hitler, Jákván Dalajuszásztás, Klászász Órák, Tré, Nyírtonyász Szúszfolyet. Mondjuk ezt a mai bakérparti tájszólással, 50 év után. De nem lettünk oroszok ettől, és nem lettünk németek, mert valami egészen más nyelvet beszélünk, és talán ennek is lehet valami oka. Mi az, amiről ma beszélünk? Azért adtam ki ezeket a kis lapocskákat, mert fontos információ van rajta, és egy olyan térkép, amin két legyet ütünk egy csapásra, borzasztó, mint amikor ezt megtaláltam a könyv elején, mert hogy ott látható múl, amit nem láttunk és nem hallottunk eddig még sohasem, pedig a Boci hányszor mondta nekünk már azt, hogy múl, hát ő tudott róla. És azt is látjuk, hogy ez nem magánkiadás. Ez nem olyan, hogy eltalált valamit a Csicsáki Jenő sorhajó kapitány hosszú útjai során, vagy hosszú járatú tengerész kapitány, és akkor valamit leírt, hanem ezt a Magyar Királyi Tudományos Akadémia védnöksége alatt adták ki. Tehát 1900, és a második kiadás. 1938-ban ez átment az akadémia szűrőjén. Azzal egyetértettek az ott élő emberek, és kiértett még velük együtt, dr. Cserép József. Nem untuk meg a nevét az irodalom jegyzékbe történelemből. Egyrészt azért, mert sajnos ki sem tudta adni a könyvét, mert kéziratba maradt. De Csicsáki többet idéz belőle, illetve föl is sorolja a anyagok között. Az első helyen James Churchwardnak az írása, vagy hát a nagy regénye, vagy nagy könyve az, ami szerepel. És Churchwarddal azért fogok hosszabban foglalkozni, mert nincs olyan, hogy bemegyek egy templomba, összebarátkozok a pappal, lemegyünk az alaksorba, és az évszázadokon keresztül érinthetetlen táblákat elkezdjük kicsomagolni,
és kezdjük olvasni róla a múlt üzenetét, olyan nyelven, amit 7 főpap, Rishi főpap ismert egész Indiába, mert ez egy szent nyelv volt, tiltott nyelv volt, senki más nem tudhatta, ha valaki meghalt közülük, akkor egy beléphetett ezt a nyelvet megtanulni. Hogy került erre sor, erről fogunk beszélni. A másik, az ősi civilizáció az Andokban, Philip Maus, Máler Ede őskori Egyiptom, ez már a két világháború közötti, Dr. Cserjődi József, a magyarok őshazája, ez kéziratban van, jó lenne megtalálni, mert különös és érdekes dolgokat írt ez a nagyon nagy tudású professzor úr. Eric Thomson Mexikó Cortez előtt, csak angol nyelven jelent meg, sajnos fordítása nincs, a Nat Geo magazin 1936 novemberi számából is idéz. Tehát annyira felszínen volt ez a dolog, hogy még a nagy amerikai tudományosnak is ezzel foglalkozott, de nem csak ő. Majd a bevezetésben mondom, hogy Sörsvár könyvét 10 000 példányra adták Észak-Amerikába, és pillanat alatt elfogyott. Tehát benne volt a levegőben, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Aztán dr. Acél József Szitja görög eredetünk. Ez megtévesztő lehet, de abban az időben a Szitja és a Szkíta, ez azonos, névazonos dolog volt. Talán a kiejtést a nyelvújítás után könnyebben lehetett úgy Szitjának, mint Szkítának ejteni, és nem görög eredetünk, ugye ezt csak azért mondom, hogy nehogy félrevezessen bennünket, hanem az ógörög, az Istenek által létrehozott Görögország, Spárta székhelyjel. Ez az, aminek a nyelvét mi cserénk, egy Acél Józsefnek a könyvében felismerhetjük. Ugye is Pisel Károly, a hunok és magyarok fekete, illetve fehér elnevezésének a megfejtése. Ennek azért van jelentősége, mert ugye a heftalitákkal találkozunk, illetve amikor Mu gyarmatairól beszélünk, akkor az egyik hatalmas kiterjedésű gyarmat az épp a hunok által megszervezett indiai térség, elsősorban itt ugye Hajipur környéke és az a terület, ahol mi, mint hunok, idézhettünk. 12.500-13.000 évvel ezelőtt, előadásom második részében elmondom, hogy megszűnt Mu, darabokra szakadt, lángok között elmerült. Az okát meg fogjuk nézni. Az ősvallásukról még egy kicsit előzetesen annyit, hogy végig követi Churchward ezeket is, és a teremtés történetek egészen az Agyaktáblák üzenete című közelmúltban megjelent sumér legenda gyűjteményi bezárólag mindegyik ugyanazt az egy Isten által teremtett világot írja le, akiknek a vezető alapjai Osiris, Gautama Buddha, Zoroaster, Mózes, Jézus és az utolsó nagy prédikátor, próféta, mártér Máni. Az eredeti tanításaik tehát szóról szóra megjegyeznek. Mi történik? Mitől alakulnak ki a vallások? Egyetlen mondatban megfogalmazva, amikor a vallásokat közvetítő papok, azoknak rendszerei hasznot húznak belőle, uralkodni akarnak az általuk vezetett népben, akkor alakulnak ki a hierarchiák, akkor alakul ki a vallásnak a torzulása, és akkor indul el az a folyamat, amit Jézus szeretett volna visszagillenteni a helyére, amikor eljött közénk a legsötétebb órában, de akkor azok mellett, az erőviszonyok mellett nem lehetett ezt a helyreállítást megtenni. És ami utána következett, Saul Pál munkássága és története, az annyit jelentett, hogy megint távolodtunk a jézusi tanításoktól. Még a 3.-4. század fordulóján Máni volt az, aki egy pártus uralkodó által vezetett országban, Örményországban még egyszer sikerült
a teljes szeretetvallást a maga mélységében és szépségében gyakoroltatni az ott élő emberekkel, aztán annak a királynak a fia, aki utódlással megszerezte a trónt, ő a legkegyetlenebb királyok között ölte meg Málit, és így ő volt a, talán az egyik utolsó nagy vértanú, aki Jézus tanításaért halt meg. Azt mondja Vasarbert, hogy a kő megmarad. Miért fontos ez? Mert minden eltűnt, amit lehetett. Nagy Sándorra fogták azt az osztálynak a besugói, hogy felhűtött az alexandriai könyvtárat. Kérdőben Alexandria, a Sándor, ő alapította a várost. Ő volt az, aki elkezdte összegyűjteni ott az írásokat, és majd a gyönyörűséges római birodalom egyik megszálló Cézára volt az, aki Egyiptom megszerzése kapcsán a fölmentésre, az ostromlott város fölmentésére érkezett flottát, egyiptomi flottát felgyújtatja. Szél megfordul, mondják ezt a történészek, hogy mentsék ezt az iszonyatos barbár tettet, megfordul a szél, és az alexandriai könyvtár ennek válik áldozatául. 700 ezer írás veszett oda. 700 ezer pergament, papírusz, könyv, összefűzött lapok. Amikor megérkeznek Cortezék Mexikóba és Dél-Amerikába, nem várnak tüzet, ők raknak egyet. Landa püspök volt az, aki pápai és királyi külön megbízottként felelt azért, hogy egy fecni ne maradjon. Egy papír fecni ne maradjon. Hónapokig, évekig égtek a mágiák, amíg mindent el tudtak égetni. A kő marad. Itt van a papíron. És azt is érdemes elolvasni, hogy mi van odaírva. Csodálom, hogy ezt nem lőtték szinte, valószínűleg később már szégyelték. Múlnak állít emléket az a hatalmas kő kolosszus, amelyben írja azt, hogy az oszlopai megrogytak és lesüllyedt a tengerbe. Így marad meg Múlnak egy nagyon jelentős emléke. De véletlenül megmaradt egy irat, amit el is tüntettek rögtön a madridi levéltárba, ez egy Cortezianus Codex nevezetű gyűjtemény, amelyet azóta sem mernek már megsemmisíteni, hiszen már ott van. Tudunk még néhányat. A Biblia Múzeumban ott van a holtengeri tekercseknek, az összes tekercse. Kiadtak belőle 8 sort, ami megegyezik a nem elég megrontott Biblia néhány sorával. Ennyi. Lakjatok jól vele. A Nag Hammadi már másképpen járt, azt egy Aranyi László nevezetű ember lefordította angolról magyarra. Ez már nekem gyanús, ez olyan, mint amikor görög közvetítéssel érkezik hozzánk valami, ott mindig valami. Nem biztos, hogy rossz szándék, de mindig sándék valami. Minden esetre gyönyörű benne Jakab apostol evangéliuma, benne van Mária evangéliuma, benne van Hénok evangélium, tehát mind azok a könyvek, vagy Hénok könyve, mind azok benne vannak, amelyeket kiszedett belőle az okosú gyülekezete, mondjuk úgy, hogy a cenzúra, hogy mi ne tudjunk róla. Ne tudjunk Mária csodálatos mennybe meneteléről, mert akkor oda a biznisz, hát a sírjához járnak. Mert leírja az evangélium, hogy Jézus körbe vitte magával a mennyet. Hát ezért kell ezeket eltüntetni, a kövek megőrzik. Megmarad egy trojánó kézirat. Ez a British Múzeumban van. Remélem ez is jó helyen van. Szintén följegyzi azokat a régi történéseket, amelyek múval voltak. Majd amikor idézek a leírásnál, hogy nézett ki ez a gyönyörű kontinens, majd akkor mindig hozzáfűzöm, hogy ez melyikbe. És van egy hatalmas kő Egyiptomban, ez a Lhasai kő, ahol hosszú-hosszú felsorolás van, hogy mi volt, milyen események, milyen történések voltak múl kapcsán,
milyen kapcsolatok alakultak ki vele. És ahol a kő nem borlad elég gyorsan, hát ott háborút hirdetünk. Emlékszünk még az iraki háborúra. Először is vegyi fegyvereket csinált az a csúnya Saddam Hussein, és arra képes volt, hogy minden itt, ameddigre odajött az amerikai csapat. Mert egy fiolányit nem találtak. Se por, se bomba, se folyadék, semmi formában. Az Amerika becsület, ezt azt mondja, bocs, tévedtem. Előtte szét kellett bombázni azokat az ásatásokat, ahonnan azt mondták, hogy innét nukleáris jeleket érzékelnek a robbanófejek. Tehát megszólják a volt Mezopotámiának azokat a területeit, ahol nagyon komoly régészeti ásatások voltak, biztosra menjenek, azt mondták, hogy ott is ott vannak azok a fegyveresek, ezért négy járatú bombákkal. Tehát ami robbanás előtt még leforta magát a földbe, és ott robbantak. Nehogy csak az első réteget pusztítsák el, a második, harmadik rétegig is. Majd ezt látni fogjuk, hogy mi a rétegeknek a lényege. Végig pusztították. És hogy biztos legyen a munkájuk, két napra kinyitották a Kairói Nemzeti Múzeumot. Hát ezt ők úgy mondták, hogy betörtek az őslakosok, tehát nem csukták be az ajtót, így két napon keresztül, ami mozgatható volt. Mindent elvittek. Azóta már a műkincskereskedőknél van, és boldogan ülnek rajta, hogy na, ezt is eltüntettük. De hát még mindig megmaradtak a kövek. És ezeknek a köveknek az olvasása elvezet bennünket a lényeghez. Mert hogy vannak olyan megalitok is, amit a kis kőbantájukkal kifeje kifaragtak annak idején ezek a egyébként kommunikálásra képtelen ősemberek, azokat a 60 méteres, meg 40 méteres oszlopokat, még mondjuk Baalbeknek a naptemploma, vagy a Stonehenge-i imádó templom, hiszen az egyértelműen egy csillagászati képződmény, vagy pedig a piramisokat, hogyha nézzük, vagy a Húsvét-szigeteki 10-15 méteres hatalmas arcra faragott embereket, tehát ezek a kövek őrzik azokat az emlékeket. Egyiptomban, Irakban, Mexikóban, Ekvádorban, Bolíviában, mind ott vannak. Közelmúlt egyik tudósának a megjegyzése az, hogy fölfedezték Tiwanaku-t, azt a hatalmas várost, ami egy térképen, még az ujgur kínai birodalomban már jelezve van, mint lakott város. Most fölfedezték azt a föltárt részt, amit Niven megtalált, annak a sokszorosát, hiszen egy ilyen pásztázó valamilyen repülő szerkezettel végignézték azt, hogy ahol ők elkezdtek ásni, mi van még, nagyjából 50-szeres terület van. Tehát, hogyha azt elkezdik piszkálni, akkor elképesztő dolgok jönnek majd onnét elő, nem csak írásban, hanem tárgyakban is. Mivel felfedezései között említünk majd ezek közül néhányat. Az 1880-as években is most már Churchvan élete következik. 1880-as években, egész pontosan 83-ban kitört a Krakatau. Beszéltünk erről az atlantiszi pusztulás kapcsán, és azt mondtuk, hogy a legszörnyűbb katasztrófa, ami vulkán által előidézhető, az a 7-es skálájú. Ott már kőkövön folyik. Ez a 1883-as déltengeri Krakatau, ami 30 ezer ember azonnali halálát okozta, ez 6-os erősségű volt. Éveken, ez volt az a bizonyos kis jégkorszak Európában, éveken keresztül hatalmas porfelhő keringett a föld körül, iszonyatos hőmérsékletbeesések. Még Fülöp szállási följegyzés is azt írja, hogy valamikor nem, egész pontos számot nem tudom, hogy augusztusában ellett kis birka megfagyott a legelő. Tehát ilyen méretű volt ez a lehűlés, ezért is
nevezték ezt így egy kis jégkorszaknak, és Indiában, ami hát legközelebb volt a Krakatoa vulkánhoz, Indiában irtózatos éhínség és halálok százalék követték ezt, éhhalál százalék követték ezt a kitörést. Az angol megszálló csapatok, látva ezt a mérhetetlen szenvedést és kint, egy úgynevezett ínség enyhítő akciót szerveztek. Churchill akkor hadnagyi rangban szolgált ott az angol hadseregbe, de Indiában volt kivezényelve, és ő egyébként is érdeklődött a történelem után, és műkedvelő régész volt. Valószínűleg nagyon becsületesen láthatta el a munkáját, és az is föltehető, hogy nagyon sok ember életét mentette meg, mert amikor mélyen, elmélyülten szemlélődött az egyik hindu templomnak a bejáratánál, és vizsgálta a véseteket, vizsgálta azokat a motivumokat, amelyeket láthatott, akkor egy hindu főpap fölismerte az ő jótevéjüket, és beszélve legyettek ezzel az egyébként hihetetlen nyelvérzékkel megállott hadnaggyal, akkor még hadnaggyal. Ennek a beszélgetésnek az lett a folyamánya, hogy elkezdett olyan dolgokról is beszélni, látva, hogy értő fülekre talál, nekem is könnyű beszélni, hiszen mindenki értőként hallgatja ezeket. Elkezdett arról beszélni, hogy vannak olyan szent iratok és olyan történetek, amelyek arról szólnak, hogy volt egyszer egy hatalmas kiterjedésű kontinens, ami elsüllyedt, mielőtt elsüllyedt volna azonban, az egész világot uralta, gyarmatokat hozott létre. Én Istenem, hogy minket miért nem tudtak így gyarmatosítani. Ez annyit jelentett, hogy elvitték a nyelvet, a tudást, a szervezettséget, a kereskedelem megtalálta őket, és minden létező dolgot odaültek, és önkormányzatot, amikor már nem csak a nap vereme, hanem már sugarai voltak, az egyetlen saját királyt választhattak. Így jön létre Ázsiában az ujgur, a hatalmas ujgur birodalom, így jönnek létre a kínaiak, a nap, hon, nippon, japán, így jön létre aztán az amerikai kontinensen, illetve így lesz gyarmatosítva Atlantis is. Fölkelti az érdeklődési Churchillnak, és arról is beszél ez a főpap, hogy mindössze heten vannak, és ő szerencsés módon erre mondják azt, hogy ez nem véletlen, ez az Isten vételbe. Fölhatalmazza arra tulajdonképpen Churchillot, hogy elkezdje tanulni, és elkezd neki leckéket adni. A nákál írás, na acal, a nákál írásból, és abból a nyelvből, amellyel ezt az írást meg lehet érteni. Egy előzetes, egy elkövetkező, ha még lesz olyan előadás előzetese. Ez a bizonyos nákál íráshoz, amit egyébként Körösi Csama Sándor folyamatosan olvasott és megértett. És amikor ennek a tanulmánynak a végére ért, megelőzte egyébként Churchillot, amikor a végére ért, akkor azt mondta, hogy ezt az ősi szent szanszkrit szöveget csak az értheti, akinek magyar az anyanyelve. Nem azt mondta, hogy magyar a szanszkrit, hanem azt, hogy magyar anyanyelvűek érthetik csak meg, logikája szótövei miatt. Churchill ezzel ismerkedik meg, és ez egy évekig tartó folyamat, de a főpap nagyon nehezen adja be a derekát, azt mondta, hogy nem, ez még eddig nem ütközik törvénybe, de a szent táblákhoz nem nyúlhatnak hozzá. Hát a rafinált angol elkezdte mondani, hogy és azok a táblák elporlattak. Hát a széttörtek, megrágta az egér mindenféle rafinált dologgal. Addig-addig keltette a pánikot a főpapba, míg egyik nap nagy megdöbbenésére az asztalon ott voltak ezek a vászonba burkolt kövekből néhány darab, és megengedte Churchillnak, hogy ezeket leporolja, leportalanítsa.
És akkor így a főpapot is meglepett, mert hogy ő komolyan gondolta, hogy nem lehet hozzányúlni. Gondoljunk csak a tibetiekre most, egy rövid kitérő, hogy addig rejtegették a tudást, amíg az a fajta tudás elporlott. Az a fajta szellemi erő semmivé vált, ami Tibetet azzá tette, ami, és ezért most az ottani lámák, azok Magyarországra jönnek, mert itt van olyan erőtér, ahol az ősi tudás kapcsolatot tud teremteni valami más erővel, amiben ezek a mű bébiek éltek. És hát ott vannak a szanszkrit betűk. És boldogan betűzik, boldogan hónapokon keresztül, és különös dolog, hogy tényleg megtalálják a törött táblákat. És akkor a főpap megkönnyebbül, mert végre tehet valamit, összecementezik, cementezik, tehát figyeljük azért, hogy milyen technikájuk volt, összecementezik ezeket a táblákat, természetesen fölírják, hogy mi, hogyan, mint történt, és az első két tábla elolvasása után következik be egy nagyon üdítő és jó fordulat, ugyanis egy teljesen más témakör következik. Az első két tábla az egy összefüggő dolog volt az ember teremtéséről. Meg is nyugodtan kész az ember, és akkor és egy hosszú, egy 16 táblás sorozat következik majd, Mu életéről, szokásairól, vallásáról, kereskedelméről, hajózásáról, kinézetéről és tragédiájáról. Aztán újra jönnek különböző táblák, egyre komolyabb gondokat okoz nekik ezeknek az elolvasása, és az utolsó, mint ahogy a keresett tárgy is az utolsó helyre kerül, az utolsó két tábla egyfajta sorvezető. Betűtípusok, szavak, fogalmak, ami nélkül igazából a maga teljességében nem tudták volna értelmezni. Mert bárki elolvashatja a szöveget, még föl is foghatja nyelvtanilag, hogy mi van benne, de a képi világ, a képes beszéd, Adi Endrének nem kéne sokat magyarázni, a szimbólumok, nála is minden mást jelent. Ez az élet harmóniája, ez a fekete zongora. Ez is előkerült, és Churchill, amikor már kerüljártasságot szerzett, akkor vette a bátorságot, hogy elinduljon, végigjárja a kolostorokat, volt, ahol sikerrel járt, és nagy része ennek a mozaiknak kezdett összeállni, és akkor kapott egy jelzést, hogy Burmában ugyancsak ezeknek a korabeli nakál, 15 ezer éves nakál tárláknak a darabjai megtalálhatók. És itt érte az, ami majd később visszaigazolódik, az a csalódás, amikor azt mondták a burmai papok, menjél vissza az indiai komádhoz, mert őnála vannak, ők lopták el tőlünk. És Mu történetében valóban olvassuk később, hogy az első nakál táblák, amikor a legelső morgás megindul a Mu területén, elkezdik kimenekíteni, és az első rész az Burma volt. Tehát Burmába teszik le a szent iratoknak, a szent sugallató iratoknak az első részeit. Ott helyezik el, hogy ott majd biztonságban lesz. Ezekhez nem jut hozzá. Viszont katonember, kemény ember, irány. Merre jár? Tibet, Burma, azt már említettem. És elindul, tovább végigjárja az egész világot, Egyiptomot, Görögországot, Indiának azokat a kevésbé ismert részeit is. És akkor gyorsan végigszaladunk azokon a táblákon, amiket elolvastak Churchillék, és amiket itt a Csicsáki könyvben elolvashatunk. Tartalom. Teremtés története az emberföldi eljövetele. Izgalmas dolog, mert nem azt mondja, hogy az ember fejlődése, végre egyszer valaki mi beszél, ahogy kell, hanem az ember eljövetele. Nem azt mondja, hogy volt egyszer egy moszat, aki addig moszott a tengerparton, amíg egyszer csak moszmon ő lett belőle.
Hát ezt, ahogy megálmodta annak idején az a eszement biológus, aki nem látott még igazán élő szervezetet, és a tudomány ezt csak tovább rontotta. Nagyon jó példa erre, hogy egy német meg egy magyar tudós, vagy egy német tudós megkérdez egy magyar paraszt, hogy mondja már el, hogy mi a nyúl. Hogy gyorsan elővesz egyet, fölvágja, szépen gyönyörű, leírja minden. Milyen a paraszt, én ezt értem, de ez egy döglött nyúl. És ilyen a történelem szemléletünk is, és ilyen a biológiai szemléletünk is, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy mások vagyunk, nem csak mi, az egész világ. És amikor az 1920-as évek végén a kvantumfizika tudósai kísérleteken bizonyították, hogy egészen más a világ, mint aminek leírják, akkor elhallgatták őket, a mai napig síri csönd van. Az Oppenheimer című filmben most véletlenül megemlítettek egy fizikus nevet, aki ennek az egyik úttörője volt. És közben beszélünk továbbra is holt anyagról. Beszélünk földről, mint passzív dologról. Beszélünk világűrről. De már legalább bevallhatjuk, hogy mégiscsak azért a föld kerül a nap körül, nem mint Giordano Bruno idejében. A második, a hegyek kiemelkedése. Ez azért hátborzongató, mert aki erről írt, az átélte. Amikor fölgyűrődtek a hegyek, mondjuk az Andok hegyei, ott már telepek voltak. És ezt a 920-as években Niven állapította meg, amikor azt állapította meg az ásatásai során, hogy a harmadik réteg, ez három nagy pusztulást jelent. Ebben van aszteroida, van áradás, van földrengés, van vulkánkitörés. Ez mindig lerakja a magáét. A vulkánkitörés a hamu ezzel indult, utána jöttek a kavicsos, homokos, sziklás, egyéb lerakodások. A harmadik réteg megtalálásakor azt látta, hogy a járdák meg a házfalak 45-szörbe föl vannak gyűrődve. Miért azt megépítették, hogy ember járt. És ugyanezt megtalálja aztán Ázsiában is. Tehát a hegyek kiemelkedése, a föld alatti tüzek elhelyezkedése, gázok, és képzeljük el, a gázok megfékezése van írva. Miután már elsüllyedtek, rájöttek arra, hogy itt olyan iszonyatos méretű gázmezők voltak mú alatt, amelyeket bizony jó lett volna valamilyen behatással olyan módon kivezetni, akár a levegővel engedni, vagy bármit csinálni vele, hogy ne menjen olyan szinten a koncentráció, hogy végül fölemeli és földhöz csapja az egész bolygót, vagy az egész kontinens. Amikor aggódnak a környezetvédők, hogy Szibériából mennyi sok gázt elhozunk, azt mondom, hogy sokkal többet kell, mert ha melegszik az idő, azok a gázmezők, amik a felszínen vannak, ki fognak onnét jönni, feloldódnak a levegőbe és felerősítik a melegházat. Tehát nem, hogy nem szabad kitermelni, hanem fel kell gyorsítani és meg kell erősíteni a mondani gázmezőknek a használatát és kitermelését. A harmadik nagyon érdekes, ez egy vallási témájú, az elsődleges nagy erők eredete és működése a mindenségben. A negyedik, a föld elsődleges, ugye az az első mindenség, a föld elsődleges nagy erejének működése és egymástól megkülönböztetése. Az ötödik, annál volt egy első, a föld atomikus erejének és működésének az osztályozása, az, ami ott alul volt, ezek a gázmezők meg egyebek, a másik, a föld életet adó és fenntartó erejének működése és alosztályai. Ők annak nevezték a dolgokat, amit, tehát ők élő személyként
megszemélyesített személyként, mint önálló entitásra, mint önálló tudatra tekintettek a Földre, és ilyen tisztelettel vizsgálták. A hetedik nagy témakör az élet eredete, miben léte, alakjainak változata és a Föld fejlődése. Nyolcadik, és most megérkezünk mi, az ember egyedisége és teremtése. A kilencedik, talán a legizgalmasabb, az ember első megjelenése a Földön és a helye. Mindezek a táblák anyaországbeli olvasata. És amit említettem tizedikként, ez az a bizonyos két kulcs, amivel meg tudták fejteni a keresztrejtvényt. Ez kellett hozzá. És akkor a Csörcsvár agyagyűjtés helyszíneiről említettem. Tibet, India, dél-tengeri szigetek, Egyiptom, Ausztrália, Új-Zéland, Szibéria, Közép-Ázsia. Mit keresett mindent? Ősi romok, vésetek, templomok, iratok, regék, hagyományok, mindent, amit bele tudott rakni a zsákjába, és kiderült, amire azóta már a kvantumfizika is rádöbbent, hogy minden, mindennel összefügg. Egy végtelen ok-okozati lánc van, és minden lánc végén ott találjuk az ős okot. A tábláknak, kutatásoknak a csúcsa pedig, amikor megérkezik a hír Mexikóból, ahol a mexikói főarkeológus a mexikói völgyből 2600 kőtáblát ás ki, nakal jelekkel, jelektől eltérő, de azonos tartalommal. Tehát az a terület, amit kiásott Miller, az ugyanazt a tudásanyagot tartalmazza, de tekintettel arra, hogy elég hosszú utat tesz meg, mert hogy megpihen Antarktiszon, visszamegy egy kicsit Észak-Amerikába rezekbányászni, Polikálkum, a Antarktisz első története, majd Észak-Amerikából visszatérnek, amikor már nem volt őshaza, visszatérnek Európába, földközi tenger vidékére. A többiek pedig a másik irányba indulnak. Amikor előveszünk ezt a térképet, ott egy különös dolgot fogunk látni. A Mu mellett, az amerikai kontinens mindig húzódik mellette, és ott egy kis rajzocska széle, ott van Atlantis. Hát a Panamai csatorna föltehetőleg nem létezett. Itt nem nagyon tudunk, bár ott olyan fölmozgások voltak az Andok fölgyűrűdése során, hogy az akár később nem is szünhetett, de egy biztos, hogy volt egy hatalmas Amazon-tenger. Tehát ott, ahol az Amazonas delta torkolata átmegy az Atlanti-óceánba, ez a legszélesebb része Dél-Amerikának. Ez a legszélesebb déli rész, ez egy óriási nagy tengert tartalmazott, ott viszont lehetett átjáró. És így érthető az, hogy Mexikó, a maja, azték kultúra megérkezik Múról, de Atlantisra is átmegy, hiszen ezek a táblák már onnét érkeznek, vagy ez az írás volt, és az átjárás volt lehetett. Aztán, amikor jönnek a tektonikus lemezek, és fölgyűrődik az Andok 3700 méter magasságra, és fölemeli 2000 méter magasra azokat a hatalmas városokat, amik valamikor a tengerpartján voltak, hiszen folyami kamicsot talál 2000 méter magasan, tengerparti homokot, csigákat, agylókat, 2000 méter magasságra. Oda gyűrődik mindez föl, és ott fog majd újraélni az ember. Még egy réteg, aztán jön megint egy iszonyatos láva, megint jön egy hatalmas kitörés, megint rárakodik, vagy 6-8 méter, majd újabb ráragodás, és nem pusztítja el az embert a természet. Mert mindig valaki valamennyien túlélik, és újra indítják az életüket. De
ezek a naplajtáblák, amiket megtalál Churchward, illetve miben talál meg, de Churchward rögtön megy és segít elolvasni, ezek a mexikói táblák eltemetődtek a történelem előtti korban, de az üzenetüket így foglalta össze maga néven. A Földön létezett egykor egy kiszámíthatatlanul ősi civilizáció, mely sok tekintetben magasabb volt a jelenlegi, csak elhaló része ennek. Vagyis itt jön a következő nagy tanulság, ami szomorúsággal is eltölthetne bennünket, ha nem lennénk végtelenül optimisták. Ez arról szól, hogy a mostani civilizáció egy hajdani, rendkívül magas emberi civilizációnak a leépült, elkorcsosult változata. Már fölfelé megyünk, hogy legyen egy kis hollywoodi fordulat is benne. Már túl vagyunk azon a részen, amit megtalálnak Cook kapitányék a Husvéd szigeteken, vagy az a déltengeri szigetvilágon, ahol jó ízűen elfogyasztják az arra vetődő, nem eléggé felfedverzett európai embereket. Nem is jót is. Hát az emberevés a mú elsüllyedése után azon a területen ott süllyedt el mú. És akik ott maradtak, mondtam, hogy túlérték. Hogyan? Ford a tenger víz, amikor befejeződött mú elsüllyedése. Ford szó szerint. Ők a szigeteken, izzó sziklákon, meg meleg, meg terméketlen sziklákon megmaradtak és elpusztultak. És aki még délebbre volt, vagy még magasabb szigeten érte túl, azok valahogy megmaradtak. Eszközök, írás, közösség, tapasztalat nélkül. És ők voltak azok, akik az emberi létezésnek pokoli mélységébe leszálltak. És ott erre a rendkívül lepusztult civilizációra talál rá az európai ember, itt a dél-tengeri szigetvilágon, ahol meg sokkal magasabb kultúrát talál, pedig elpusztítja. Milyen szép kiegyensúlyozó szerep ez a Habsburgok vezette spanyol társaság részéről. Amik megmaradtak, még egyszer azért, hogy hivatkozásunkkor tudjuk, hogy miről beszélünk. Trojánó kézirat, a British Múzeum, megmenekült egyedüliként Landa püspök áldásos tevékenysége elől. Korteziánus kódex, eredetileg maja könyv, Madridi Múzeumban van, Lassai emlékkő, Egyiptom, felirat Egyiptomban, és Közép- és Dél-Amerikának számtalan olyan kőbevésett, illetve épített van örökkésége, és Észak-Amerika nyugati partjain hatalmas sziklavésetek vannak. Szerintem az amerikaiak azért vésik be a négy elnöknek, hogy három tudok, nekik lányok vannak, az arcát abban a hatalmas sziklában, ne tűnjön fel a többi. És amikor turistaként egy múlt iránt érdeklődő személy a sziklás hegységnek az egyik peremén ott világtalankodik, és beesik egy gigantikus méretű belső térrel, egy belső, gyönyörű belső térrel épített csarnokban. Visszahívja a haverjait, és ameddig mennek néhány hónap múlva, vagy egy év múlva, amire be van falasztva, vasajtóval el van zárva. És nincs kulcs, senkit nem engedik meg benne. Hát persze a Szikláshegynek egyéb gondjai is vannak, illetve a Shasta hegységnek, amit az indiánok őriztek nagyon sokáig. Szerencsére az életük árán is megvédték, hogy oda ne tudjanak menni. A Shasta hegy a hagyományok szerint az egyik lejáró a belső földben. Ott egy természetes lejáró van, a másik pedig, amit Móricz János talált meg, Lajos Barlangban, ott van valami hasonló. És csapjuk bele Mú leírásába, hiszen ezeknek a felsorolása így már nagyon egyszerű, ha látjuk a térképet. Igazából azt mondhatnánk, hogy egy Ázsia méretű kontinensről van szó, 8000 km hosszú,
jóval szerényebb Atlantis, jóval töredéke. Ez 8000 km hosszú és 4000 km az észak-déli kiterjedése. Kelet-nyugati 8000 km, észak-déli 4000. Természetesen nem egy vonalzóban megrajzolt, ez nem békekötés eredménye, mint Afrikában, hanem mint a természet így alakította ki. A rajzon nincsen, mert hogy nem túl jelentősek azok a vagy folyók, nem mondja biztosan a leírás sem, csak három részből áll Atlantis. Van egy nagy középső része, és a partos részek ilyen két kis keskeny földarab, vagy hát nem olyan jelentős földarab, amit úgy fogalmaz, hogy vagy csatornák, vagy tengeröblök választják el magától az anyaországtól, de természetesen ez is ugyanahhoz tartozik. Sík vidékről, dombos vidékről van szó, nincsenek hegyek, ez külön kihangsúlyozza a Trojánó kézirat, hogy úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas kiterjedésű alföldet kisebb dombokkal. Az egész trópusi, főleg a déli része trópusi növényeket tartalmaz, pálmaligeteket, gyönyörű virágokat, lótuszvirágokkal teli azok a belső tavacskák, amelyek ott mint vízgyűjtők jelen vannak. Állattartással és mezőgazdasággal is foglalkoznak, tehát földművelés zajlik. Ez a Krisztus előtt 50 ezertől 12 ezerig tartó intervallumban gondolkodjunk. Régebben azért nem menjünk, mert az írások arra is utalnak, de ez a belátható táv, tehát erről szólnak azok az iratok, amelyeket most itt felsoroltam, ők ezt az időszakot tárgyalják. Földet műveltek, gyümölcsöt termeltek, hihetetlenül gazdag a flóra és a fauna, pillangók, kolibrik, madarak, mamutok, elefántok tömege ezen a nagyon békés bolygó, a nagyon békés kontinensen, és ami nagyon lényeges, hogy körbe óceán van, de a vízháztartása magának a szigetnek rendkívül jó. A dús növényzet, a kipárolgás nagyon gyakran a tenger felől, óceán felől érkező felhőket ugye leszippantja, és nem okozott gondot itt a csapadék ellátása. A épületek, amiket megépítettek, Bakovec típusúrakra gondoljunk. Nem egy irat azt írja, hogy a domb, különösen a domboldalakon beleillett a tájba az, amit az emberek maguknak, mint hajlék kialakítottak. Tehát olyan volt, mintha a természet alkotta volna azt a épületet, vagy azt a házat, és ezekben, ilyen épületekben laktak. Itt nem tudjuk, hogy volt-e kő, hiszen elsüllyed minden. De tudjuk azt, hogy a mú lakói rendkívül módon szerették, és meg tudták művelni a köveket, hiszen a Húsvét-szigeteki hatalmas kőbálványokat ők építették. Majd gyarmatosaik által rengeteg olyan nagyméretű dolomitot dolgoztak föl és állítottak föl emlékkövekként, emlékoszlopokként, amelyek jelzik azt, hogy nem okozott gondot nekik egy más anyaggal sem, hogy megbírkózzanak. Külön érdekesség ennek a leírásnak, hogy a trópusi vidéket a Húsvét-szigeteki tábla jelzi. Tavak, folyók, színpompás vegetáció jelzi ezt, és 64 millió ember. Itt van a Teljel Mézzel folyókánál. Itt vannak azok az emberek, akik, ezt majd egy későbbi írás írja, hogy akikről a maják azt vallották, hogy tulajdonképpen ők a mú leszármazottai. Tehát a nakal írást és nyelvet beszélő vagy használó, majd onnét elmenekülő maja-naga népcsoport magáénak vallja ezt. 10 törzs él egyébként múl, és a 10 törzsből egyetlen törzs az, aki az államigazgatásért, mint király felelős. A 10
fajta, a tíz törzs tíz fajta embert is jelent. Általában sötétebb bőrű, kék és sötét szemű, lágy nézésű, végtelenül szépek, csinosak ezek a múl élő emberek. Valamennyien a fehér rasszhoz sorolhatók, csak itt árnyalati különbségek voltak közöttük, és azt mondjuk, hogy tíz törzsre osztották önmagukat is, ebből volt egy királyi törzs. Ennek a genealógiája nagyjából 12 ezer évig le van vezetve, hogy kik voltak az aktuális királyok, és ez hogyan nézett ki. Hihetetlen úthálózat. Ez a Trojánó kézirat írja, hogy mint a pókháló, ezt a hatalmas kiterjedésű kontinens úgy szövik be azok az utak, amelyekről a Húsvét-szigetek írás azt írja, hogy a lehelyezett sima kövek között a fű nem tudott kinőni. A betont lerakunk ott, és a dilatációnál csak kidugja a fejét a gazd. Hihetetlen. Ilyen típusú a Rimini szigeteken találnak egyébként egy 12 km hosszú sziget, hosszú utat. Valószínűleg a Mólónak lehetett a fővezető útja, ami lent van a tenger alatt. És lementek az amerikai filmesek, és mutatták, hogy ezen gigantikus méretű kőtáblák alá vannak polcolva, tehát dilatációval és vízszintezéssel elképesztő pontossággal csinálták meg ezt az utat, ami később elsüllyedt természetesen. Tehát erre képesek voltak, hiszen a 64 millió lakosnak azért ott közlekednie kell. Nagyon érdekes, hogy az úthálózatra azért is van szükség, mert hogy volt bőven szabad idejük, ha szabad ezt a kifejezést, az mostani kifejezést használni. Leírják a kortezianus kéziratban, hogy hatalmas hajókon tengeri mulatságokat tartottak, ahol gyönyörűen felöltözött férfiak és nők a kivilágított hajókon szórakoztak, énekeltek, zenéltek, élvezték az éjszakának, az estének a szépségét. Különösen jó hajósok voltak vízben és levegőben. Ezen nincs mit változtatni. Ezen nem kell finomítani. Vízben és levegőben jól hajóztak és navigáltak. Vaszai ír benne. Annyira tisztelték Istent, hogy nevét soha nem ejtették ki, a nap szolgált az isteni jóság szimbólumának, amelynek térbeli megjelenése a piros gömb, síkbeli a piros kör, és ha nem volt a teteje, a közeg nem volt kiszínezve, akkor egy karika. Tehát ez volt a napszimbólum. Naphon, vagy ahogy mostanában említik Japán, a zászló közepe, ott van múlva emlékezve, ott van a nap, ami onnét világít rá gyönyörű szépen, pirosan. Amikor a tíz parancsolatnál azt olvasjuk, hogy az Isten nevét szádra hiába fölnevelt, ez ugye tiltás. Ez is megjegyzik, hogy annak a léleknek, vagy annak a népnek a lelkét is egy picit tükrözi, akinek a tíz parancsolatból 8 tiltás. Hát van, hogy azt csináljuk. De ők azt mondták, hogy ha ki tudod mondani az Isten nevét, és ha le tudod rajzolni, az nem az Isten. Mert az Istennek sem a nevét nem tudod kimondani, sem megjeleníteni nem tudod, mert ő soha a teremtő, az első ős, az ős ok soha nem jelent meg az emberek előtt. A társteremtő is, meg a gyermeke is, a fényfia, igen. Ők azért jöttek el, hogy megvigasztaljanak és reményt adjanak. Aztán, amikor vége volt a küldetésük, akkor visszamentek azzal az ígérettel, hogy újra eljövök. De addig is veletek vagyok minden nap az idők végezetéig.
ez erről szólt tehát a vallás, és hogy mindig lássa őket a szimbólum. Nem volt tetej a templomoknak. Csoda templomokat építettek, gyönyörű faragott oszlopokat, körbefutott a tetején az összekötő áthidaló, és odaültek be, ott imádkoztak, a napsugár rögtön rájuk sütött. Egyenes kapcsolatot létesítettek a Teremtővel, úgy gondolták, hogy odafent vigyáz rájuk, és hozzá imádkoztak. Följegyzi az egyik írás a majáknak, vagy ennek a nyugbeli népnek a mint néplélek, hogy végtelen végetűrők voltak. Kíváncsi vagyok, hogyha egyszer majd Mú területén elkezdenek ásatásokat végezni a mélytengeri búvárok, vajon találnak-e fegyvert? Vagy csak háztartási eszközöket és fogost? Mert fogost az szabad. Mert az Ószövetség, az első szövetség a folyam közben, ahogy leírták a sumér agyaktáblák, az az első szövetség a fogos szövetsége volt. Nem kell túlraloznom a fogosnak a futamát és a helyszínét. A Kárpát-medencébe találták az egész világon a legtöbb föllelhető fogos, mindenféle formában. Még Rákóczék is használták, persze őt kevésbé kegyelet fogok volt. Az istenség egyik legfőbb megnyilvánulása tehát a nap volt, és most majd ismerős szavak jönnek. Ra-ma. Valaki véletlenül ezt tovább folytatja, hogy Jana, tehát Ramayana, igen, ott vagyunk, hiszen a legközelebbi gyarmatosuk az India volt, és innét veszik át Ramayanát, az egyetlen Isten tiszteletét. Tehát a Ra-ma a napnak az uralma. Így imádkoztak a naphoz, és ez volt az ő mindenféle imádatuknak a tárgya. Hogy hogyan nézett ki a gyarma birodalom, ebből néhány mondatot már tettem, beszéltem, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy soha ilyen szép és emberséges gyarma birodalomról a Föld története során nem beszélhettünk. Mert hogy az egész Föld a gyarmatosa volt. Megint csak írások jelentkeznek, vagy találhatók erről, hogy Mú az egész Földet, az egész akkor lakott Földet gyarmatosította kulturális életével, hitvilágával, eszközeivel, hajózási tudásával, kereskedelmi jótékonyságával. Az egész világ egyetlen nagy műveltség volt, amíg aztán elindul a töredezés, és elindul a lassú, majd rohamos süllyedés, aminek a mélypontja a Krisztus születése utáni időszak, a sötét kor kezdetéig. Aztán jön a baj. Ebbe az idilli, gyönyörű világba rémületes zajok jönnek. Tudósok, nem így hívták őket, azok az emberek, akik érdeklődtek a Föld alatt lévő dolgok iránt, a tudósok megállapították azt, hogy nagyon nagy baj van. A Földnek a szilárdsága nem olyan az évtizedek, századok, ezredek során kezdett működni, a Atlanti hátságot nézzük majd meg. És morgások, tehát folyamatos bizonytalanság. Tegnap a kórházban tűzriadó volt, csak játékból csinálták. Rettenetes érzés volt, egy óriási tűzzáró vaskapu a görgőkön elment és becsapódott, és közben villogtak a piros lámpák, meg szólt a riasztó. Iszonyatos érzés volt. Most, amikor a talpunk alatt történik, és éjszaka elriadnak föl, és az első rémületeket ugye még csak kiheverték, aztán egy idő után bizony szakadásokhoz, törésekhez, süllyedésekhez vezetett ez a fajta belső gázréteg. Azért mutatjuk most ezt a képet, mert tulajdonképpen ott is egy gázöv található, két hatalmas gázöv megy párhuzamosan az egyenlítővel végig az óceánok alatt,
És ezeknél vannak olyan alsó gázövi részek, ahol az egymás között levő hatalmas méretű belső tereknél vannak átkötések. Ezeknél még van esély arra, hogy egy kis mozgás, egy kis játék legyen, egy kis mimikóka. De amikor ezek a gátak áttörnek, akkor összegződik mindez, megszűnnek ezek a kapcsok, és ugye a nyomás következtében, amikor emelkedett föl, ez a felső párna, ami szintén egy gázőr volt, ez a párna, amikor megtört, abban a pillanatban a legmagasabb részre fölzúdult ez a mérhetetlen mennyiségű gáz, kitört, meggyulladt, égett, és egy 24 órán keresztül a sziget számtalan része, ahogy megemelkedett, majd visszazuhant, ezek a gázok körbenyalták, ahogy a lángok körbenyalták a szigetet, iszonyatos tűzvihar volt, és ennek a viharnak, mozgásnak, rengésnek a következménye az volt, hogy egyetlen nagy temetővé vált a csendes óceán. Ami megmaradt belőlük, az a déltengeri szigetkaré Hawaiival, a Húsvét szigetekkel, amelyek ma is látogathatók és talán a legjellemzetesebbek. Özönvíz elmos mindent, épületek, házak, emberek, 64 millió ember néhány óra alatt nagy tömegében pusztul el. Ezt a 64 milliót mint tényleges veszteség, és mint járulékos veszteség pedig azok, akik iszonyatos életet, nyomorúságot kell, hogy elviseljenek majd a megmaradt szigeteken. Mindez körülbelül 13 ezer éve történt, általában 12.500 és 13.000 év közöttire lehet visszaszámolni utalásokból azt az időszakot, amikor mindez megtörtént. A sötétség minden más tudás, ebben a sötétségben minden más tudás a néhány nemzedék alatt a semmivé lett. Mu művelődésének ideje az 50.000 éves teljes világzástól a királyok dinasztiája, ez a bizonyos Kan dinasztia volt uralkodásának ideje, mindez semmivé vált. A túlélők egyik birodalma, a Majax, ez X-el írva, Majax gyarmatbirodalom volt, a feluratai tanúskodnak erről, tehát Majax kőjelzések vannak erről. A 18.000. évben történtekről szól a kínai Csi nevű könyv, illetve japán följegyzések is megőrizték ezt az időszakot. A hindu iratok, illetve Chichen Itzánál van egy maradvány fönt Dél-Amerikában. A befejezésnél azt kell említeni, hogy ezek a fölmozgások, mint a történelem végtelen messzeségében nyúló dologról beszélünk ezekről, holott jelen van. Tehát a környezetvédők, amikor harsognak és monalizált levessel öntik le, akkor szólni kellene nekik, hogy nem ártana, hogyha egy picikét lemennének azt a gázkamrába, azokat az átjárókat kitakarítanák, mert az sokkal nagyobb veszély. Meg ha odafigyelnének arra, hogy ez a világ, ez az idiótáktól ilyen. Mert semmi más cél, tehát mivel eredménye nincsen, csak azért, hogy a másik embert bosszantsa, hogy évezredes értékeket rongáljon, hogy botrányt okozzon, ezzel nem visz előre. Amikor a Mu emberiségét és a Mu lakóit tisztelettel fölidézzük, akkor zárásképpen elsősorban arra hívom fel a figyelmet, hogy milyen békések voltak, hogy milyen végtelen szerénységgel élték a maguk életét egy gyönyörű tejjelmézzel folyó kánaánban. Ha most hirtelen ez a kis Magyarország itt, a Kárpát-medence valamilyen csoda folytán elveszítené azokat a szomszédos területeket és egy 100 kilométeres gyepű alakulna ki körülöttünk, akkor azt tudnám mondani, hogy innét a Kárpát-medencéből újra indulhat a világ újra temet.
ahhoz, hogy újra teremtsük, tudnunk kell, hogy milyen volt az, amikor működött. Mert az elmúlt 3000 év csak arról szól, hogy hogy nem működik. Kicsit régebbre kell nyúlni, és ott meglátjuk. A működés föltételei ma is adottak. Én kívánom, hogy érjük még meg azt, amikor nem a gyepű alakul ki, hanem újra a működés lesz az, ami a Teremtő jóvoltából majd megtörténik. Köszönöm szépen a figyelmet! Valami kérdés fölvetődött közben, még amíg...